Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Egy plasztikai sebészt hoztam önöknek, akire már régen vágytam, mármint, hogy arra is vágytam, hogy valaki operálja le a tokámat, de ez itt most nem az lesz sajnos, hanem ez csak egy beszélgetés lesz, mert összefutottam dr. Kovács Anna Máriával, akinek az érdekessége nem csak az, hogy nő és plasztikai sebész, hanem az is, hogy Dubajban dolgozik most már 10 éve, és azt gondoltam, hogy ami a sejkeknek jó, az önöknek is nagyon jó lesz, tehát, hogy információt kapunk egy olyan világból, egy olyan gazdag világból, ahol feltehetőleg a nők nem sajnálnak semmit azért, hogy megszépítsék saját magukat, és egy kicsit a dubai világról is akarok vele beszélgetni, nem csak a plasztikai sebészetről. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Mi a divat a plasztikai sebészetben most? De életkortól függ, ugye 18 éves kor fölött kezdünk operálni bárkit, hogyha fejlődési rendellensége van, vagy olyan aszimmetriája, amivel nem tudom mindennapokban együtt élni. Ez lehet egy mell nagyobbítás, vagy egy kisebbítés, hogyha őt zavarja mozgásban, sportolásban. Lehet egy óriási fogyás, 40-50-60 kilós fogyás után megereszkedik a bőre, és emiatt nem tud a mindennapi életben érvényesülni, akkor az úgynevezett testformáló műtétek, szülések után gyakori a hasplasztika és zsírszívás, mellplasztikák is gyakoriak kint. De ez a világon mindenütt ugyanaz, hogyha bárkinek a teste megváltozik szülés után, vagy fogyás után, vagy változtatni szeretne. A fiatalító műtétek ugye 30-40-50 éves kor után kezdődnek. Uh-huh. És meddig tartanak? A legidősebb arcfiatalításod az hány évesnél volt? 70-80 éves korban is fordulnak. És csinálnak, igen? Igen, van, aki a műtét ellenében inkább filler vagy zsírfeltöltés, tehát kisebb beavatkozások népszerűbbek talán, és aztán van, aki 40-50 évesen is nekiugrik egy fiatalító arcnyakplasztikának, szemhéjplasztikának, zsírátültetésnek. Te mit szeretsz csinálni legjobban? Én a mellnagyobbítást kedvelem, mert egy egyszerű és 98%-ban eredményes, tehát mindenki azt kapja, amit vár. Nagyon fontos a kommunikáció, hogy a testének megfelelő méretet válasszunk. De mindenki óriási melleket akar, az a gyakorlat? Nem így fogalmaznék, mert ugye Kaliforniában az óriás mellek a divatosak, ott 4-5-600-800-as implantátumokat is behelyezünk, ez gramra vagy köbcentire értendő. Európában azért a 3-400-as az, ami az átlagméret, és aztán attól függ, hogy volt olyan táncosnő páciensem, aki azt mondta, hogy Kaliforniában ő meg akarja keresni egy éven belül a lakásának az árát, és sikerült. Igen. Ott kint, mivel 4-5, akár 9 gyermeke is van a nőknek, és több nejűség is létezik. Bármint Dubajban? Hát az arab emirátusokban, az arab világban, ugye 4 neje lehet egy férfinak, és ugye a nők De egy nő 8-9 gyereket is szül? Igen, igen. Tehát ott nagyon népszerű az, hogy nagy családja van az embereknek, és gyakoriak a bent lakó segítő társak, filipin vagy afrikai hölgyek, és így könnyebb. Komplett szolgahadsereg áll a nők rendelkezésre. Tehát 2-3, akár több belső ember van, aki a gyerekekre felügyel, és takarít, főz, ellátja a háztartást. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert számunkra ez nem egy bevett szokás, és így könnyebb gyerekeket szülni. És akkor ilyenkor ugye megváltozik a testük egyértelmű, hiszen 10-20 kilót, 30 kilót híznak egy terhességgel, megereszkedik a mellük, a hasuk, és amikor már elérik a kívánt gyerekszámot, akkor szeretnének jól kinézni. Tehát ugye ott kint a Kim Kardashian forma a népszerű, Vékony derék, óriási fenék. Így. Tehát ott kint a brazil buttock, így hívják, hogy... Brazil fenék? Brazil fenék. Ugye minden kontinensnek megvan a szépség ideája. Brazíliában a kicsi mell és a nagyobb popsi, Európában fordítva. Tehát minden nációnak megvan a szépség ideája. Ugye ott kint 240 náció él. Viszont van, aki asszimilálódik, ott kint született, tehát a nemzetközi standardnak megfelelő formákat szeretik. Nagyon nehéz rábeszélni az arabokat, hiszen nagyon finom az étrendjük, hogy egészséges életmódot folytassanak. Tehát
Én mindig igyekszem kommunikálni, hogy a bevitt kalóriát az csak úgy tudja égetni, hogyha mozog, illetve kevesebb kalóriát kell bevinni, hogyha karcsúbb akar lenni. És akkor ilyenkor ezt nehéz elérni, mert sokan azt hiszik, hogy a zsírszívás testsúlycsökkentő eljárás, holott nem, hiszen a zsírszövet az könnyebb, mint a testünket felépítő víz súlya. És ugye a zsírszövetet a külső, a bőr alatti zsírszövet vastagságát tudjuk csökkenteni, a belső, tehát ami a hasüregen belül van, a szervek, szövetek között. Zsigeri zsír, mondják ezt nagyon szépen és gusztusosan. Ezt nem tudjuk lefogyasztani. És azt nem lehet leszívni tényleg? Azt nem lehet. Tehát, hogyha bemegyünk a hasüregbe a kanüllel, akkor olyan sérüléseket hozhatunk létre, hogy vagy az asztalon, vagy utána röviddel hal meg a beteg. Ja, tehát nem lehetünk ilyen nincsen. Nagy hasat nem lehet leoperálni. Nem. Hát ugye a maga a zsírszívás egy komoly trauma a szöveteknek. Úgy képzeld el, mintha egy zsírszövetbe az ementáli sajtnak megfelelő lukakat hozzuk létre, igen, majd egy speciális szorító fűzőt hord az illető, hogy a bőre zsugorodjon. Nem, zsugorodnia kell a bőrnek, igen, és vissza kell arra a formára zsugorodni, amit az izmok tesznek lehetővé, és ezért fontos a testmozgás, mert hogyha valakinek renyhe, mintha terhes lenne, nagy a hasa, abból nem tudsz Kim Kardashian csinálni. Tehát el azt kell hittem, hogy azt kiveszitek, azt a bőrfelesleget. Hát ami lóg, azt kivesszük, ez a hasplasztika, tehát a köldök alatti bőr területet, ami, amit így össze lehet csípni, amikor igen, ülünk, azt ki lehet venni, plusz a felső régióban lehet zsírszívást csinálni, illetve az izmokat összevarjuk, tehát az egyenes hasizmok, amik itt futnak középen, ugye gyakori, hogy a szülés után eltávolodnak egymástól akár 2-6 centire is, és azt össze lehet varni, ezáltal lesz karcsúbb valaki. De hát amikor... De azért ezek nagy műtétek, nem? Ezek nagy műtétek, persze. És gyakori, hogy a háti zsírszívást kérik hozzá, tehát ugye nagyon... Igen, a melltartó alatt azok a bugyokat. Így, a kis hurkák kialakulnak 40-50 éves kor fölött, és akkor ezt a régiót is meg lehet szívni, plusz a derék és a csípőtájjal, a love handle csökkentésével gyönyörű formát lehet le, plusz hozzáadjuk a zsírszövetet ide a hip dipbe, mert itt a csípőcsont fölött van egy besüppedés a nőknél, és hogyha oda teszünk zsírt plusz a popsiába, amit leszívtál a lapockája alól, azt oda tudod hasáról, lapockájáról akár 3-4 liter zsírt le lehet szívni, azt ülepítjük. És azt átpumpáljátok? Hát van egy spéci gép, ami vagy pumpálja, vagy kézi erővel, fecskendővel is vissza lehet adni. És ez mondjuk egy 5 órás altatás? Kb. 5-6 órás is lehet egy ilyen műtét. És ami érdekes, hogy itthon mindig asszisztál neked valaki, egy aha, kollégád, vagy akár többen, ott kint egyedül dolgozunk, és ez meghosszabbítja a műtéti időt. Vannak olyan asszisztensek, akik gyönyörűen tudnak asszisztálni, akár varnak is, de hivatalosan nem varhatnak, csak az orvos. A-tól Z-ig az orvosnak kell ellátni a beteget. Ja, hogy az, akkor van a beteg biztonságban, mindent az orvos csinál, azért nincsen asszisztens, vagy miért? Vagy mert olyan drága a munkaerő? Így. Azt lehet mondani, hogy a net profitnak akár 30-40%-át elkérheti az asszisztáló sebész, és gazdaságilag ott kint olyan magasak a kórházi árak, hogy nem mindegy, hogy mi bekerül. Ez érdekes egyébként. Azt gondolnám, hogy ott annyi a pénz, hogy ezek simán beleférnek, vagy nem tudom. Én úgy fogalmaznék, hogy a helyi lakosság száma körülbelül 800 és 1 millió. Na most képzeld el, hogy 900 ezer plasztikai sebész van kint, több mint Hollywoodban vagy Rióban. Igen. Nagyon nagy a verseny, és körülbelül 4000 magánklinika és kórház van, tehát óriási a verseny a betegekért. És a lokál vendégek, akik megengedhetik a műtétet, azok van, aki annyira tehetős, hogy elmegy Londonba vagy Kaliforniába. Tehát az egyáltalán nem ott operáltatja így saját van, magát. Vagy hogyha vannak olyan kikiáltott híres sebészek, hogy ő Hollywoodból vagy Miamiból jött, és valóban vannak, akik látogató orvosok, azok 3-4-szeres árat kérnek. Tehát nagyon szűk az a kör, aki ezt az árkategóriát megengedheti, bár most van egy brandépítő menedzserem, aki azt mondta, hogy ott kint több ezer milliárdos, tehát AED milliárdos, és több százezer milliómos van. Tehát ugye a dirhamot 100-zal kell osztani, 1 forint az, vagyis 1 dirham 100 forint, tehát
oltári nagy gazdagság van, hogyha az utcán jársz, kelsz, akkor olyan autó csodákat látsz, hogy 60-100-200 milliós autók. És akkor a rendszámot, hogyha egybetűs rendszám, azt is több milliárdért veszik meg. Borzasztó. Érdekes világ, érdekes, azt abszolút kell mondanom. El fogok menni megnézni, sose érdemes, láttam. Miért érdemes pont oda mentél? Hát én egy beiruti konferencián találkoztam egy katari kollégával, akinek négyszintes klinikája volt, és mondta, hogy doktornő, gyere, hogyha van kedved. El is kezdtük az engedélyeztetési eljárást, de olyan komoly vizsgálatoknak vagyunk ilyenkor kitéve. Tehát nem csak a diplománkat, szakvizsgánkat kell lefordítani, hanem az egyetemi éveinket, a műtéti statisztikát, és ezt le kell pecsételtetni a hivatalos fórumokkal, plusz az igazságügyi minisztériumba, plusz egy közjegyzői papírokkal, mindennel, tehát én kétszer kifutottam a határidőből, tehát nem tudtam katarra időre menni. Teljesíteni, így, nem tudtam. Így, hiába voltam én cum laude, meg megfelelő végzettségű, így aztán az egyik kollégám, az Dubajban élt már egy éve, egy iráni magyar orvos kollega, Saram, aki segített kint elhelyezkedni, mert nehéz kint elhelyezkedni, szóval akárhogy is gondolja az ember, hogy aranyból vannak az utcák, nem így van. Tehát nagyon-nagyon nehéz kint érvényesülni, még nőként is. Hát nőként azt gondolnám, hogy pláne, hát az arab világ nem arról híres, hogy a nőket támogatja, vagy elfogadja, vagy ez egy közhely, és nem így van valójában? Én azt ezt gondolom, hogy a női sebészek ritkák, tehát valóban ez egy előny, de érvényesülni nehezebb, és orvosként azért mindig könnyebb, mint hogyha átlag dolgozó lennél, de az egészségügyi ellátásnak a szintjei olyan különbözőek, és kívülről, ha jelentkezel, nem tudod, hogy hova jelentkezel. Tehát addig egy beteghez nem nyúlhatsz hozzá, amíg nincs meg a licenced, viszont a belső menedzsment, tehát nem tudod megítélni. Nekem egyszer egy 7 csillagos klinikának a menedzsere kezdett velem tréfálkozni, hogy én vagyok a hibás, hogy mindig rossz helyeket választok. Hát erre nem tudtam mit reagálni, csak annyit, hogy az európai végzettségem az, hogy a betegekkel hogy bánok, és milyennek az eredményeim, azok magukért beszélnek. Ki is tett már másnap, hogy én hogy merem meg a magamnak kikérni. Tehát nagyon kemény világ van, ott én itthon egy magánklinikám volt 30 évig, én megszoktam az önállóságot és véleménynyilvánítást, ott kint nem lehet véleményt nyilvánítani. És megtanultad? Nem. Nem, ezért most önálló vagyok, és 3 kórházban van engedélyem, akkor operálok, amikor tudok beteget szerezni. Tehát én nem vagyok hajlandó egy átlag pénzéhes menedzsmentnek hajbókolni, illetve akár kórházigazgató azt mondja, hogy operáljak meg valakit, aki a professzor úrhoz jár 4 hónapja, hogy lefogjon. Finoman elmondom, hogy a hippokratészi eskü nem teszi lehető, hogy más beteget elvegyek, más orvosnak a beteget, ki kiraknak. Tehát, hogyha nem engedelmeskedsz, akkor utcán találod magad. És ez a beteget szerezni, hogy tudsz magadnak, ezt hogy kell elképzelni? Hát megpróbálsz mindenfajta marketing fórummal, a social médiában megfelelő hirdetéseket föltenni, ami külön engedélyeztetéshez szükségeltetik az engedélyeztetés, illetve a betegek nem járulnak hozzá, hogy előtte-utána fotókat föltegyél, tehát az eredményeit be sem tudod mutatni. Ennek ellenére ezek a híres Miami és hollywoodi doktorok, mivel valószínűleg kintről jönnek, ezek élnek ezzel a lehetőséggel, és ugye nekem a betegeim megkérdezik, hogy te miért nem teszel föl. Hát ilyen egyszerű oka van, hogy a férjek, a családtagok, illetve maga a beteg sem járul hozzá. És akkor én elmentem marketingiskolába 4 évvel ezelőtt, hoztam egy kis weboldalt, meg egyebeket, de olyan komoly ára van kint a marketingnek, és ugye azt mondják, hogy 1 év kell ahhoz, hogy eredményes legyen, hogy nem tudom magamnak megengedni. Így aztán mindig megpróbálom azt a módot megtalálni, hogy az Instagramom is növekvő followereket érjen el, vagy a Google hirdetéseket is tudjam. Én viszont nem photoshopolok, ugye? Nagyon gyakori, hogy betesznek 80-100 kilós hölgyeket, és hogy gyönyörű formájuk lesz. A műtőasztalon fotózzák, teljesen más, amikor valaki álló helyzetben fotózzák le a valóságban, és más a műtőasztal, mert ott változik a gravitáció révén a testforma. Én nem vagyok hajlandó ilyesmire, és akkor emiatt is nehezebb.
Tehát én egy klasszikus értelemben a szocializmusban nevelkedett sebész vagyok, én sosem vezetem félre a betegeket, mindig a realitást elmagyarázom, a szövődményeket is elmagyarázom. Ez itthon sem volt népszerű, ott kint sem annyira népszerű. Na de ehhez képest mégiscsak kint dolgozol, tehát ugye akkor valami mégiscsak kint tart. Én azt gondolom, hogy az az intelligens réteg, akikre én pályázom, azok ezek megértik, és tudják, hogy a kettőnk együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy én megfelelő eredményt érjek el. Hiszen amikor ő hazamegy, nem tudom a kezét fogni, én pontosan elmondom, hogy mik a feltételei annak, hogy optimálisan gyógyuljon, és az... Nagyon sokan egyetemet végzett fiatal nők jönnek hozzám, és azok abszolút megértik, hogy mi a célom ezzel. Tehát ugye én mindenkit úgy kezelek, mintha családtagom lenne itthon és ott is. És hogyha ők ezt érzékelik, már pedig az intelligens pácienskör érzékeli, akkor azonnal nyert ügyem van. Tehát a kommunikációm, a konzultációk nagyon jók. Az árakkal gondjaim vannak, mert hiába próbálok én egy középszintet, nagyon komoly alkudozás folyik, és akkor el kell mondanom, hogy amennyiben nem tudom a kórházi költségeket kifizetni, nem tudok lemenni. Ugye az árak nagyon különbözőek. Vannak egynapos sebészetek, akik saját kalkulációjukkal nagyon kedvező árakat tudnak elérni, akár olcsóbbak, mint az itthoni árak, és vannak nagyon magas árak, amiket hát a tehetősebb vendégkör tud megengedni magának. Ez nagyon érdekes, akkor a rendszer az, hogy te három helyen is működhetsz, három helyen is operálhatsz, és az szerint, hogy éppen mire van kereslet, milyen árkategóriájú beteged adódik, az szerint mész be a drága klinikára, ahol engedélyed van operálni, vagy egy közép kategóriásba, tehát hogy milyen asztalt bérelsz magadnak, ezen múlik. Nem, én anesteziológusként kezdtem a pályafutásomat az Országos Traumatológiai Intézetben, és ez nagyon jó alapot adott arra, minden beteggel bármikor történhet bármi. Tehát az allergiás reakciótól az, hogy megáll a szíve. Akkor te altatsz is ezek szerint, nem? Nem, altattam másfél évig körülbelül, de pont ez tette lehetővé, hogy fel tudom mérni általában a betegek helyzetét műtét előtt, illetve a maximális biztonságra törekszem, de ezt nem lehet kivédeni, hogy valami probléma adódjon. És az egyikkor, ugye én úgy keresek helyet, hogy ezt a biztonságot megtaláljam, mert az anesztézia a sebészetnek egy nagyon alapvető ága. Mm. Hiszen amikor alszik valaki, akkor a beteg élete, az életfunkciói az altató orvos kezében vannak, nem az én kezemben. Én csak kivitelezem azt, amit éppen megterveztem. És a képállomány, a kollégáknak a szakmai tudása, az nagyon alapvető. Ugye azt tudnod kell, hogy a világ minden tájáról jönnek orvosok. India, Pakisztán, Bangladesz, bárhonnan. És nem tudom, én nem tudom megítélni az ő tudásukat, de hogyha együtt tudok dolgozni velük, és abban látom, hogy a beteg hogy ébred, meg... Akkor meg tud állapítani, hogy ő hol tart szakmailag. Így. Tehát nagyon komoly szakmai előírások vannak, és ez minden szakterületre érvényes. Az egyik kórház nagyon kedvező árakat ad a többihez képest. A másik egy luxus kategória, oda a lokál vendégek, hogyha azt választják direktbe, az már. A harmadik pedig egy vadonatúj kórház. Ők megpróbálnak női tímet hirdetni, és ez ott kint népszerű, mert hogyha valaki nem szereti, hogy egy férfi nyúljon a felesége testéhez, akkor egy női tímet keres. Hát a klinikák viszont nagyon komoly bevétellel rendelkeznek, és az orvosokat nem nagyon szeretik kifizetni. Sajnos előfordul. Volt olyan klinika, ahol 7 hónapig nem kaptam fizetést, meg a béremet, illetve többet ígértek, és jóval kevesebbet adtak. Tehát ott kint a klinikák akár gazdasági tevékenységet, mit tudom én, ékszer forgalmazásba belevágnak, nem megy az üzlet, és akkor az embereket nem fizetik ki. Egyértelmű. Ez nagyon érdekes világ. Elképesztően hangzik. Ez valóság. És ráadásul tényleg azt hiszem, hogy a világ egyik leggazdagabb országában dolgozol, tehát hogy mindenkinek azonnal az az asszociációja, hogy jó, hát ott a végtelen anyagi lehetőségeknek az országába mentél el egy sikerszakmába. A lehetőség az korlátlan, így van, de azt megtalálni nagyon nehéz. És mégis ott maradtál. Én nagyon szeretek kint élni. A közbiztonság, a tisztaság, az, hogy pálmafák között sétálok, hogy a tengerparthoz 5 percre lakom,
hogy mindent megkapok, hogyha közérbe megyek a déli gyümölcsöktől, ami szemem szám megkíván. Az eleje nagyon nehéz volt, most már könnyebb, de nem azt mondom, hogy elértem azt a szintet, amit szeretnék. Tehát vannak kollégáim, akik magánjachtokat bérelnek, repülőket, stb. Ja, hogy ez a szint, amit nem magadnak belőttél? Nem feltétlenül, biztonságra törekszem, tehát az anyagi biztonságra, uh-huh. hogy legyen bizonyos tartalékom, és szeretnék egy idő után hazajönni, tehát itthon szeretnék majd egy önálló gyönyörű lakást, és egy autót, tehát úgy gondolom, hogy ahhoz jó szakember vagyok, hogy ne érjem el ezt a szintet. Én is azt gondolom, hogy jó szakember vagy, csak hogy az volt az én előzetes elképzelésem, hogy azért vagy ott, mert hogy szakmailag is, meg anyagilag is minden lehetőség a kezedre áll. Tehát, hogy ott meg tudod csinálni szakmailag azt olyan eszközökkel, amit esetleg Európában kevésbé, azért, mert hogy beszereznek mindent, ami felütti a fejét valami a világban, azt már a postafordultával oda rendeled magadhoz. Ez így van, ezt nagyon jól gondolod, tehát olyan gépállomány áll rendelkezésemre, amit itthon én a klinikánkon nem tudtam megengedni magamnak. Tehát a Vézer, mint G-szívó eszköz, ami a szövetek zsugorodását elősegíti, vagy a G-plazma szintén a kötőszöveti állományt összehúzza 20-30%-ban, tehát akinek lazábbak a szövetei, sokkal jobb eredményt tudok elérni, ez rendelkezésre áll. De az árak olyan magasak, például most a legújabb eszköz, mert erről is beszéltünk, hogy mi a legújabb. Tehát idősebb korban ugye mindenkinek megereszkedik az arcbőre, nyaka, és akkor van egy olyan készülék, ami nem beleéget a bőrbe, mint a lézer, hanem kis lukakat ejt egy spéci tűvel, és ezeket vákummal kiszippantja a bőrfelesleget. És akkor picike kis olyan, mintha meg lennél tűzdelve, allergiás foltjaid lennének egy-két-három hétig, és ezt meg lehet ismételni, ezt az eljárást. Ezt én is kipróbáltam, és nagyon tetszik, de ami Amerikában, mit tudom én, 500 000 dirham, az ott kint 1 000 000. Tehát indokolatlanul magasak az árak, a beszerzési árak, és ezt ahhoz nagyon gazdagnak kell lenni, hogy egy klinikára mindent beszerez. Tehát egy ottani kinti klinikán egyszer beszélgettem egy kelet-európai hölgyel, mondta, hogy 3-5 000 000 egy alsó hangon egy kis klinikának, tehát 300-500 000 000, de egy nagy kórháznak akár 6 milliárdos beruházása is lehet. Tehát itthon is, tehát a klinikák drágák. A klinikák drágák. Te miért akartál plasztikai sebész lenni? Én az egyetem évei alatt a sebészet vonzott leginkább. Tehát annyira logikus, amit leír a sebészet, hogy mit hol találok, hogyan lehet, és szerettem használni a kezem. És harmadév után a sebészetből egy gyakorlatra kell, szakmai gyakorlatra menni, és a Szövetség utcai plasztikai sebészetre kerültem, ahol Gulyás tanár úr elmagyarázta, hogy kell bemosakodni, és be is mehettünk a műtőbe. Ez egy egyetemista, harmadéves, nagyon nagy dolog. Tehát az, hogy asszisztálhatsz műtétnél, és ugye ott mindenki olyan kedves volt, annyira jó érzés volt bejárni. Tehát ott nem arról szólt, hogy lógjunk el az óráról. Számomra az élmény volt, hogy mehettem. És a Kartik főorvos azt mondja, ugye akkor két plasztikai sebészet létezett, a Honvéd Kórház és a Szövetség utca. És a Honvéd az égés volt inkább, ugye? Hát égés, rekonstrukció, de a Szövetségben is csináltunk rekonstrukciókat, tehát daganatsebészetet, a Gulyás tanár úr vezette be a mikrosebészetet, ugye az utóbbi 100 évben ezek a legnagyobb fejlődések, a robotsebészet, mikrosebészet, lebenyplasztikák, fejnyaksebészet, ebbe a Szövetség utca vezető szerepet vállalt Gulyás tanár úr révén. Ő nemzetközi kongresszusokat szervezett, rendszeresek voltak a továbbképzések. Nem volt baj, hogy lány vagy? Tehát, hogy őknek nem volt hátrányuk? Hát mivel a Kartik főorvos asszony hölgy volt, a Begyes Borbál a főorvos asszony. Jaj, voltak nagy elődök. Igen, kollégáim. De hát volt fiatalkorukban, ők is sírtak a műtőasztal mellett. Tehát reggel 7-től este 5-ig a műtőasztal mellett állni, akár terhesen is, az azért kemény világ. És én erre büszke vagyok, mert
napi 20-24 műtét volt, és abban rendszeresen asszisztáltam. Fizikailag akkor még bírtam, ma már kevésbé. De nagyon, nagyon jó iskola volt, tehát ugye mindenki egy másfajta technikát képviselt, főorvosasszony gyorsan operált, a Gulyás tanár úr nagyon részletesen, precízen, Takács tanár úr gyorsan, precízen, tehát mindenkitől mást lehetett eltanulni, és ez nagyon jó alapot adott. Egyébként azért mentem, és azért maradtam kint, mert szakmailag nagyon nagy kihívás nekem. Itt nem találkozol ilyen betegekkel, mint kint. Igen. Hát nem. Tehát az, hogy 40-50, jó, a tizedes doktor úr csinál ilyet Pécset, de nálam a klinikán nem fordultak elő ilyen betegek. Milyen típusúak? Tehát az, hogy 40-50 kilót fogyott valaki, ja. És akkor a testét újra kell szabni gyakorlatilag. És kihívás. Tehát nekem az, hogy angolul kell beszéljek, kommunikáljak, hogy mindenkihez alkalmazkodnom kell, ez nekem... Itt főnök voltam, én azt csináltam, amit akartam a klinikámon 30 évig. Most ez teljesen más, nagyon nagy kihívás. És itt is csináltál ilyen teljes testátformálásokat, vagy azt kint tanultam? Az csak kint. Ott kezdtem el, és ugye ott kint a... Egyébként az utóbbi 10 évnek a terméke, nem az, hogy sok az ilyen gyomorcsonkolás, szűkítés, bypass műtét, amitől a 30-40 kilós fogyások vannak. Így van, tehát az endoszkópos sebészet ebben az irányban is sokat fejlődött, és nagyobb biztonsággal lehet ezeket a műtőt, tehát konzoldál egy 140 kilós beteget műtőasztalra tenni, nagy rizikó. Hát, hogy felébredjen utána az a így, nagy rizikó. Így, tehát élete meggyógyuljon. És az, hogy az endoszkóp egy sokkal kevésbé invazív eljárás. Kevesebb megpróbáltatás az embereknek. Van. Így. Tehát ennek a népszerűvé válásával gyakoribbá váltak ezek a műtétek. És amikor én még fiatal voltam, illetve a klinikámon főleg mellműtéteket csináltam, maximum hasplasztikát, itt kint viszont ez a gyakoribb, a hasplasztika, testformálás, mell együtt, és a kombinációs műtétek. Tehát az, hogy karplasztikával kombináljuk a mellfelvarrást, plusz még a hasplasztikát. Hogy egy altatásban így kar, has, mell, egyszerre? Ez Magyarországon egyáltalán létezik ilyen kombinált műtét? Léteznek kombinációs műtétek, csak ugye azt, amit meséltem, hogy 3-4 orvos beáll a műtőbe, úgy sokkal könnyebb, mint hogyha egyedül kell végigcsinálnod mindent. Viszont nem ronthat el senki más semmit. Azért az meg lehet egy kis biztonság, hogyha magadban bízol, hogy mindent te csinálsz meg, és az úgy rendesen van megcsinálva. Nagyon nagy kockázat, mert hogyha szakmai hibát követek el, akkor alsó hangon börtönbe kerülök. Ja, illetve ott nem viccelnek. Ott nem. Ott, hogyha rád bizonyítják, hogy te valamit mulasztottál, és nem megfelelően dolgoztál, első hangon börtön, másodhangon a bírói ítéletnek megfelelően olyan anyagi kártérítést kell a családnak fizetni, hogy az lehet akár 100 milliós nagyságrend. De biztosításod van? Kötelező biztosítása mindenkinek van, de úgy, mint Magyarországon az esztétikára nem vállalnak. Tényleg? Nem. Tehát ugye az esztétikai eredmény mindenkinek a fejében más és más. Ja persze, ezért ezt nem lehet megállapítani objektíven. Nagyon fontos a kommunikáció. Tehát rendben van, de most csak egy primitív példát hozok, hogyha valakinek a szájfeltöltése kikorhad, mert rossz az anyag benne, vagy nem tudom mi, akkor az, ott nincs mi vitatkozni, nem arról van szó, hogy szépe esztétikailag a szája vagy csúnya, hanem arról van szó, hogy az anyag, amit belevittek, az mondjuk allergiás reakciót váltott ki. Hát a hyaluronsavval lehet elvileg szájfeltöltést végezni, tehát igazolni kell, hogy milyen anyagot töltöttél be. Ugye régen voltak ezek az állandó kémiai vegyi anyagok, amik akár évek múlva is kémiai reakciót váltottak ki, allergiás, tehát mintha kifortult volna az illetőnek a szája, és akkor ilyet is kellett operálnom, jó, de féltem Istenem, és egy sávot kivettem, hogy ne látszon a belső, tehát a találkozási vonal alatt, és gyönyörűen meggyógyultak. Nem lehet kivenni ugyanis ilyenkor ezeket az idegen anyagokat, hiszen a kötőszöveti reakció annyira körbe növi, hogy nem tudod az egészet eltávolítani. Két esélyes, hogy vagy berobban, begyullad, vagy szép eredményt érsz el. A feltöltések népszerűek a fiatalabb generációnál, akár arcformát is meg lehet választani, változtatni, hogyha járomívnek, szem alá, temporál régióban, az olaj is régióban, tehát teljes... Mindenhol a hialuronsavat az engedélyezett, igen. A molekula súlyától függően marad tovább, vagy kevésbé hosszú ideig. Például az áll
hogyha csont fölé teszel be 2-3 millilitert, akkor a 2-3 évig is benn maradhat. Mert a mozgó területeknek, ahol a vérellátás ott nagyon jó, az hamarabb felszívódik, igen. És ezért népszerű most a zsírfeltöltés, mert ugye a saját zsír. A saját zsír, mert az, amit betöltesz, és ott marad, mert túléli az átültetést, az ott marad életre. De hogy az egy végleges megoldás. Az egy végleges megoldás. Na de ha elszúródik a dolog véletlenül, akkor az egy végleges elszúrás. Nem szabad túltölteni, tehát az arcon a vérellátás annyira jó, hogy szinte 100%-ban átéli a zsírszövet, amit átültetsz. Ha jó minőségű zsírszövetet ültetsz át, akkor gyönyörű eredmények érhetőek el. Mert és honnan tudod, hogy milyen minőségű a zsírja az illetőnek, akivel dolgozol? Hát ez megfigyelés, tehát ugye a mikro zsírszövetet a pótlásra, a volumen pótlásra használjuk, és a nanofet, ami már szinte higított szövet, ott már az őssejteket ültetjük át, az pedig a regenerációs folyamatban vesz részt, megfiatalítjuk a bőrét, vagy a fekete árkolt szemhéját sokkal természetesebb, szebb színűvé alakítjuk. Fantasztikus eredményeket lehet elérni. Milyen jól hangzik, hogy már pár kedvet kapok rá. Ezek alva? Lehet helyi érzésteremtésbe, és lehet altatásba, ugye ott kint a fájdalom, az nem egy népszerű dolog. Nálam sem. Akkor én valószínűleg arab vagyok. Hát nem így mondanám. A fájdalomtól mindenki fél, holott egy nagyon természetes védekező reakciója a szervezetnek. Az véd meg bennünket az ütésektől, meg mindentől. Hát az orvoslás sajnos fájdalommal jár, az injekciók, meg a műtétek, de érdemes befektetni. Te mit próbáltál ki magadon? Én a MELB műtétet, zsírszívást, akkor lézerkezelést, zsírnak. Mindent kipróbáltál gyakorlatilag? Hát majdnem. Elvből, vagy akartál üdében kinézni? Mindig jobban szerettem volna kinézni, mint ahogy kinéztem, és én úgy örülök, hogy 66 évesen felvállalom a koromat, mert az átlaghoz képest azért jobban nézek ki, de ezért teszek is, tehát rendszeresen megyek sétálni, edzőterembe, figyelek, hogyha... És kire bíztad magad? Hát mindig olyan szakembert választottam, akiben megbíztam. Az ember magának nem tud zsírt leszívni, meg ilyesmit. De bizonyos területekről tudok, igen. És megcsináltad magadnak? Meg. Igen? Hát ki az a hiteles sebész, aki magát nem meri megoperálni? Tehát én úgy gondolom, hogy mindig is voltak híres orvosok, akik amit kitaláltak, vagy amiben hittek, azt magukon is kipróbálták. Miért ne lennék akkor én hiteles? Azt elhiszem, csak azt gondolom, hogy akkor, amikor az ember megpróbál magával valamit kezdeni, és közben érzéstelenítened kell saját magadat, tehát, hogy egy kicsit komplex a feladat ahhoz, hogy az ember ezt magán végrehajtsa, de ezek hát szerint nem. Anesteziológus is voltam, meg sebész is vagyok. Mi a sebészetben a helyi érzéstelt és tőzsgyökeresen meg kell tanuljuk, tehát nincs más választásunk, nagyon sok mindent végzünk. Simán feltöltöd a saját szádat, mert az például könnyen hozzáférhető. Tehát én a botoxot magamnak csinálom, vagy a feltöltéseket magamnak csinálom. Amit nem tudok, az természetesen nem magamnak végzem. De ez nagyon izgalmas, ezt nem is gondoltam, hogy ezeket így lehet. Hát van, aki az interneten, az Instagramon mutatja, hogy tölti magát. Idáig nem ezt folyultam. Nem láttam. Nem láttam? Nem, ilyet nem láttam. Ott kint a dermatológusok végzik az ilyen bőrkezeléseket, fölteszik rendszeresen, hogy magukat. És ilyet honnan lehet leszívni az embernek magáról? Hasról a legegyszerűbb, a köldök alatti területről, belső comb tért fölött. Ezek a legjobb zsíradó helyek, és lehet kézfiatalításra, arcfiatalításra, nyakvonalakban, mindenhova lehet zsírt tenni. Akár mellbe, mondjuk a bőr alá, tehát nem óriási nagy térfogatot lehet elérni a mell zsírszövettel való feltöltésében, kb. 100 millit érdemes alkalmanként végez, mert lehet ismételni az eljárást. Jól hangzik, sose gondoltam volna, hogy ezt magadon is meg tudod, apróbb dolgokat magadon is el tudsz végezni. Kis feltöltés, kis ez, kis jó, erre nem gyakran nagy, hogy mondjam, nem büszkék az emberek, de hogyha most egy botoxot meg tudok magamnak a tükör előtt oldani. Jó, hát azt könnyű elképzelni, mert az csak egy injekciós tűvel beleszurkálsz magadba, tehát hogy az nem tudom, hogy mennyire fáj, vagy nem fáj, nézni nem jó, tehát ugye nem szeretem látni, ahogy tűvel manipulálnak, de azt el tudom képzelni, hogy nem olyan drámai érzésre.
megvárom mindig azt a fázist, amikor eljutok egy olyan szintre, hogy már nem tudok szembesülni a tükörképemmel, annyira ráncos, és akkor megszúrom. Hát tök sima a fejed, sehol nincsen rajtad egy ránc se. Köszönöm. Igyekszem. Azt akartam megkérdezni még, hogy például különböző szálbehúzásokkal csinálnak kis arcplasztikákat. Ez nagyon hatásos dolog, és kisebb macera, mint hogyha valakinek megemelnék ilyen facelift-tel, tehát kivágnák a felesleges bőrt, és szépen a hajas fejből mentén fölvarogatnák az arcát? Hát a threadlift az fiatalabb korosztálynak ajánlott, 30-40 éves korban. Ez a szálbehúzás, ez a threadlift? Igen, tehát ezek a fonalak egy spéci, akár fogacskákkal vannak ellátva, vagy valamilyen felszíni kezeléssel, így van. Tehát két irányú maga a fonal, hogy középen mindkét irányba feszíti a szöveteket, és kollagénrost termelést is beindít, és ezáltal... Ja, ez a biológiai alapja a dolognak, hogy kicsit egy... irítálja a környezetet, és ettől beindul a kollagén. Így van, de a mechanikai húzóerő az az elsődleges, tehát vannak olyan vektorok az arcon, így hívjuk, hogy a nyakon például hátrafelé húzunk. Ezek a területek függőleges irányba ereszkednek meg, tehát ezt gravitáció, hum! Így, és nem csak a laza szövetekbe lehet megfeszíteni, hanem egy fix területhez kell fölhúzni. Tehát itt van egy olyan csontos és kötőszöveti alap, amihez hozzá tudod rögzíteni a szöveteket, ugye, ahogy mutatom. Tehát ezt a területet fölfelé kell húzni, az alsót hátrafelé, szemöldököt lehet fölfelé, tehát minden területnek megvan a vektora, hogy milyen irányba húzzuk. De egy év, körülbelül másfél év a hatástartam, én ezért nem szeretem. Tehát egy beteg befektet óriási összeget egy threadliftbe, és egy év után ugyanott van, ahol volt. Én nem szeretem az ilyen eljárásokat. És szemben ezzel, hogyha fölvarratja rendesen az arcocskáját, az 5-6 évig, 10 évig. Hosszasan megmarad. Az persze, attól is függ, hogy honnan indulunk, de olyan gyönyörű eredményeket el lehet elérni, hogy én mindig kérem körülbelül 20 évvel korábbi fotóját hozza magával, ahhoz viszonyítok, és akkor próbáljuk ugyanazt elérni. Az időkerekét vissza tudjuk fordítani, de nem tudjuk megállítani, tehát az öregedés megy tovább, nagyon sok ember azt hiszi, hogy egyszer elég. Hát bizonyos esetekben igen, de ezt nem lehet ismételni. Van arra az embereknek igényük egyébként, hogy tartósan a 35 éves kori arcukat viseljék? Tehát, hogy úgy akarnak meghalni 90 évesen? Hát azért az lehetetlen, de nézd meg a világ hírességeket, Madonnát, Cher-t. 70-80 évesen jól néznek ki? Jól néznek ki, és nem is tudom, hogy mit gondoljak erről. Tehát nem akarok álszent módon ilyeneket prédikálni, hogy méltósággal megöregedni, meg nem tudom, én is rohadtul szeretnék úgy kinézni, ahogy 30 évvel ezelőtt néztem ki. De közben pedig azt gondolom, hogy ez olyan sok fáradtság meg fájdalom, most a pénzről nem is beszélünk, mert ha jól összegyűjtenék mondjuk 10 millió forintot, mert az a mániám, hogy én azt az arcomat akarom viselni, amelyiket 45 éves koromban viseltem, és varázsütésre másnap csak befizetem a 10 milliót, és másnap úgy nézek ki, azt én meggondolnám, tehát hogy nem akarok álszent lenni. De az, hogy ez fájjon, hogy rengeteg macerával járjon, mert nem olyan, hogy másnap kész van, hanem olyan, hogy hetekig gyógyul. Igen. Igen. És hetekig fáj? Nem gondolom. Tehát ez nem egy óriási fájdalom egyrészt, másrészt meg eljutnak az emberek egy olyan pontra, egy válás, vagy egy családi tragédia, vagy bármi, amikor úgy gondolja, hogy ennyit megérdemlek. Tehát nem a pénz számít sok esetben, hanem el kell odáig jutni, hogy igenis változtatni szeretnék, mert nem szeretem azt, ahogy kinézek. És önmaga, ha úgy dönt, az a legjobb. Ha valaki forszírozza, hogy már pedig legyél olyan vagy olyan, azt nem jó vállalni, mert akkor jönnek a szövődmények. Az az egyik. Tényleg, ha valaki más miatt csináltatja meg magát, nincs akkor olyan szerencsétlenebb lesz, igen? Nem jó dolog. Tehát például a szeretője vagy a férje forszírozza, hogy menjen neki egy melműtétnek, nem szerencsés. Hogyha ő maga nem akarja, természetesen. És a fájdalom pedig ez egy szubjektív dolog, de azért találták ki a fájdalomcsillapítókat, azért találták ki az összes kötési formát, meg minden mást, hogy ezen a két héten essünk túl, nem kell tükörbe nézni, és amikor már a regenerációt meg az eredményt látod, akkor látod, hogy volt eredménye.
Én nem azt mondom, hogy 30, egy 90 éves nőnek 30-nak kell kinézni, szó sincs róla. Egy 10-20 évvel fiatalabbnak nézel ki, az egy reális dolog, és nem feltétlenül a legnagyobb műtétekbe kell belevágni. Amit meséltem, akár lehet ez egy zsírfeltöltés, egy kisebb kaliberű műtét, de hát attól függ, amit mondtál, hogy ha valakinek nagy eltérései vannak, akkor a zsírszívás nagyon jó kontúrt tud elérni a nyakon, vagy az arcon is. Tehát ugye attól függ, hogy mit szeretne az illető, és mi mit tudunk biztosítani. Ez egy alaptézis, hogy a reális elképzelés, és amit mi meg tudunk valósítani, ha az nem egyezik, akkor nem szabad vállalni. Magyarországon egyébként mi az általános, bármit, hogy mit javítatnak, mellett csináltatnak a legtöbben, nem? Én úgy gondolom, alapvetően mellett hasat a zsírszívás, majd pedig az a szemhéj, mert ugye 30 éves korban már, ahogy elkezd ereszkedni a szemöldök külső fele, akkor sok embernek genetikailag is annyira... Igen, például nekem is. Csak aztán arra gondoltam, hogy szemüveges lettem, most investáljak fájdalmat, és nem tudom, hogy micsodát abban, hogy legyen a szemhéjam normális. Figyelj, miközben a szemüveg mögött röhöltul nem látszik. Tehát, hogy... Látod, hogy ha téged a látótered... A látóterem még megvan, tehát még azt nem takarja ki. Van, akinek zavarja. És fél órás, egy órás pici beavatkozás helyi érzésnejtésbe, és kész. Tehát bevehetsz előtte fájdalomcsillapítót, nem olyan nagy megterhelő dolog. Aha, na de és ugye az egészet ki tudjuk venni, amit rálütjed a szemhéjra. Ezt én elhiszem, én például altatva szeretném magamat, bármit is altatva szeretnék csináltatni, mert igen, nem élném meg szívesen. És lehetséges az is. Igen? Hogyne. Mert Magyarországon például állítólag ilyen szemhéj műtéteket nem csinálnak altatásban azzal, hogy sokkal nagyobb kockázata van az altatásnak. Nem mindenki helyből altató orvos is, mint amilyen te vagy. Én nem végeztem el a szakvizsgát, nem szereztem meg, de hogyha kivizsgálják az illetők előtte, és minden vizsgálata negatív, akár EKG, mellkas laborvizsgálatok, akkor nincs nagyobb kockázata, mint bármilyen más műtétnek. Uh-huh. Hiszen rajtad ugyanúgy egy vakbélműtétet, hát egy epeműtétet meg kell tudni csinálni. Persze, most csak az emberek sokkal könnyebben azt mondják, hogy kockázatot vállal egy epeműtétért, hogy ne legyen hasnyálvéri gyulladás utána, hogyha bedurran az epéje, de hogy egy kis bőrdarabot levágassanak a szemhéjéről, hát ez egy más. Azt tudnod kell, hogy az anesztézia szinte a legdinamikusabban fejlődő orvostudomány ág, és minden nap lehet altatni, hiszen az égett betegeket vagy a sérülteket minden nap kell kötözni az óriási fájdalommájára, az elaltatják őket. Tehát ezek a gyógyszerek kiürülnek pillanatokon belül, uh-huh, és olyan dózist kapnak a betegek, amik mérve vannak a szervezetében, hogy ne legyen túladagolás. Tehát egy hasnyálmirigy vagy egyéb betegség az ugye korlátozó tényező lehet, mindenkit kivizsgálunk altatás előtt. Én úgy értettem a hasnyálmirigyet, hogy ha valakinek epeműtétre van szükség, hogy ne legyen nagyobb baja, természetesen altatják, tehát hogy ott nincs mind gondolkodni. Ezeknél a kis kozmetikai beavatkozásoknál, vagy kozmetikai jellegű esztétikai beavatkozásoknál bevállalni egy altatást. De ez most jó, hogy elmondtad, mert most ebből mindenki értesülhet róla. Attól is függ, hogy milyen hossz a műtét, sokkal kisebb dózisokat kapsz. Tehát egy hasi műtét sokkal nagyobb megterhelés a szervezetnek, ott nagyobb gyógyszermennyiségeket kapsz. Tehát ha egy 20 perces beavatkozás van, akkor kis mennyiségű altatót kapsz. Nyugodtan lehet kérni, vagy rendelni, hogyha valaki nem bírja. Az altató orvos dönti ezt el szakmai szempontból, és biztonságos műtétek. Tehát ugye nem azt hallod, mint a kómába, hogy elteszik a betegeket a lábalól. Itt nagyon komoly előírások vannak, és nem fordulhat elő gigszer, mert itt is felelősségre vonással jár. Azt akarom gyorsan még megbeszélni, hogy kim voltál Dubajban, amikor jött ez az özönvíz. Igen. Ez hogy, milyen volt megélni? Nagyon érdekes, mert februárban, amikor volt az első ilyen alkalom, kisebb esőzéssel járt, és riasztottak a telefonunkon, komoly riasztást kaptunk. Most ezen alkalommal én úgy gondolom, hogy a meteorológusok itt valami szakmai hibát követhettek el, mert az éghajlati összejátszások miatt egy olyan özönvíz öntötte el a várost, hirtelen egyik pillanatra a másikra, hogy beborult az ég.
Amikor ott felhősödik és kezd borulni, akkor az ember jobb, ha otthon marad. Tehát én a kocsit olyankor nem veszem elő, mert tengerparti város, de a kanalizáció nincs úgy megoldva, mint nálunk például. Tehát nem folyik el a víz. És akkor az utakat olyan mértékben önti el az esővíz, hogy volt, aki abban ült órákig, mert nem tudott hazamenni. Tehát az aljárók, az utak, meg a bizonyos területek, még a metrót is leállították. Én otthon voltam, én csak azt láttam a 37. emeletről, olyan magasan lakom, hogy a hídnak a hídfőjénél, meg a Hilton szála környékén a kocsik így szinte elmerültek. És ez riasztó. Tehát ugye, aki így éli meg, hogy nem tud hova menni hirtelen, az borzasztó. És olyan gyorsan csapott le a víz. Olyan gyorsan, igen. Tehát gondold el, hogy beborul az ég, és minthogyha dézsából öntenék, szó szerint, úgy kezdett el szakadni az eső, és ez több fázisban. Tehát én nem tudom, hogy miért kellett ilyen szintű esőt létrehozni. Ez nem volt természetes dolog, de... Szerinted ez nem volt természetes eső? Ez nem. Tehát ők forszírozzák az esőt? Igen, mert... Hát gondolom, meteorológiai ágyukkal, vagy ilyesmivel? Igen, lövik a felhőket, tehát olyan, ezt most én nem tudom megmagyarázni kémiailag, de az esőt provokálják, mert ez nem szokványos. Tehát Dubajban előfordul 4-6 évente, de nem ilyen mennyiségű eső, és hát föl kell rá készülni magyarán. Tehát villákat öntötte, a metrót leállították, és... Hát egy-két, sőt, hetekbe telt, mire ez eltűnt. Kiszárították? Szivattyúzták azonnal, és megpróbálták olyan területre vezetni, vagy vinni a vizet, ahol nem számított. Hát kritikus helyzet. És nincs csatornázás rendesen ezek szerint, vagy nem elégséges? Nem elégséges. Tehát nem tudta elszívni ezt a mennyiségű vizet, ami volt. Hát a városokat, az egyik asszisztensem mondta, hogy Sharjahban, tehát egy másik város, lakik, hogy nem tudtak lemenni az épületbe az alaksor, nem tudott elmenni vizet venni, mert elöntötte a területet a víz. Hát erre senki nincs fölkészülve szerintem. Én igyekszem mindig úgy bevásárolni, hogy én egy-két hétig meg tudok élni. Tehát ugye az ember túlélésre be tud rendezkedni minden szinten. És akkor készülsz vissza Magyarországra? Tehát az a víziót, hogy egyszer majd visszaköltözöl? Dubaj nem a nyugdíjasok állama, nem? Tehát nem. Tehát eleve vízum köteles a kint tartózkodásunk. Nekem most sikerült egy 10 éves vízumot szerezni, egyébként 2 évesek vannak. Úgyhogy 2033-ig maradhatok, és utána nem tudom, hogy sikerül meghosszabbítanom. Tehát nekem úgy kell gondolkodni, hogy egy 5-10 év múlva már haza kell jöjjek, és itthon kell megalapoznom egy olyan anyagi biztonságot, hogy ne legyen gond az, hogy a nyugdíjam 130 ezer forint. De egyébként, hogy mondjam, csak ha rajtad múlna, akkor itthon élnél inkább, vagy kint? Jelen pillanatban még mindig a szakmai kihívások miatt szívesen élek kint, a biztonság és a tisztaság miatt, de az unokáim és a családom egyértelműen a szívem ide húz. Magyar vagyok, imádom Budapestet, hogyha én elindulok, akkor órákig tudok sétálni és gyönyörködni az épületekben. Én büszke magyar vagyok, de szeretek kint élni. De a lányod is plasztikai sebész, nem? Igen, PhD plasztikai sebész, most éppen Kolumbiában tartott egy nemzetközi kongresszuson előadást. Óriási különbség köztünk, hogy ő szeret előadni, ő tanít is az egyetemen és az onkológiai intézetben, gondolom szakmai előírás, hogy nemzetközi kongresszusokon is előadjon, én nem tudtam előadni. Egyszerűen képtelen voltam, annyira izgulok. És a jó kezét azt tőled örökölte? Igen, nagyon precíz, jó keze van, és nagyon jó feje van. Tehát ő egy nagyon intelligens, megfontolt, nyugodt. Én egy pánikos, impulzív sebész vagyok. Ha nekem valami nem tetszik, földhöz vágom. Ha nem jó műszert kapok, akkor nagyon be tudok gurulni, hogy merik ezt nekem a kezembe adni. És ezt kint is gyakoroltad, vagy az önuralmadat ott? Hát előfordul, és rossz hírem van emiatt, de nem érdekel. Tehát mindig azt mondom, hogy ha te ott feküdnél, és én bármit elfogadok, azt szívesen vennéd. Tehát én mindenkit megtudom, jó, ez nem indok. Bennem, mikor én fiatal voltam, és elmentem az egészségügybe,
anesteziológusok mellé kerültem, mint asszisztens. Hát ugye kávét kellett főznöm elsősorban, de beállítottak a műtőbe emberhiány miatt, és azt mondták, 1, 2, 3, 4, fújd meg a ballont. Hát ugye így álltam én gimnazistaként a műtőbe, 1, 2, 3, 4. És nem magyarázták el, hogy a gépen hol van az oxigén, nem magyarázták el, hogy központi oxigén, nem voltam én hülye, én mindig osztály elsők között szerepeltem, és akkor beálltam én asszisztálni, amit tudtam, csináltam. És akkor egyszer csak az operatőr szólt, hogy sötét a beteg vére. Hát azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák. Műtős fiút kiugratta az altató orvosért, hogy az meg azt mondta, hogy miért állítottam el a szelepet. Hát azt se tudtam, hogy hol a szelep a gépen. És azt azzal próbáltak megvádolni, hogy a betegnek személyiségváltozása lenne alsó hangon, vagy meghalhat. És ezt mindezt rám akarták kenni egy 18 éves fiatalra, aki éppen az orvosi egyetemre pályázott. Hát én mondom, hogy még most is föláll a szőr a kezemen, hogyha ezt így elmesélem. És az anyámnak volt egy olyan magabiztossága, behívatták, hogy el akartak távolítani a munkáját, megkérdezte, hogy kedves hölgyem, ön hány évig tanulta a szakmáját? 4-6. Uram, ön hány évig tanulta? 20 év. Lányomat mennyi ideig tanították erre a szakmára? 1 hónapig se. Hogyha ezt megmerik tenni, akkor abból újságcikk lesz. Na, onnantól kezdve olyan respektem volt, és úgy tanítottak, mint a kis angyal. Tehát ugye az egészségügyben nagyon sok minden előfordul, és én attól kezdve úgy rettegek minden egyes betegemért, hogy baja ne legyen, hogy ezt az élményt nem lehet az emberből kitörölni. Illetve 2-szer újraélesztettem embert sikeresen. Ezek is olyan traumák, hogy egyedül vagy, és meg kell ítélned, hogy van egy epilepsziás görcse, vagy reflexes szívmegállás, hogy mit kell csinálni. Azonnal kell tudnod segíteni. És ez az anesztéziál alapja nekem. Mert nagyon sok sebész azt se tudja, hogy mi az a plexus vagy epidurál anesztézia. Én mindezt csináltam, és ezért én nagyon hálás vagyok annak, aki segített a traumára elhelyezkednem. Nagyon élvezetes volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszéltél erről. Remélem, önök ugyanígy gondolják. Jövő héten is lesz jégbüfé. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra. Viszontlátásra.